Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Buda Kalász ma hírmagazint látják. Mutatjuk, hogy mik lesznek mai kiemelt híreink. Változás, bár az időjárás még javában őszies, téli üzemmódra állt át a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Gardrób vizit, érdemes átnéznünk ruhatárunkat az újrahasznosítás jegyében, és hagyományőrzés, Márton napi táncházat rendezett a Lenvirág táncegyüttes a Kóskároly Művelődési Házban. Közgyűlést tartott a 2011 Egyesület, olvasható a 2011.hu-n. A legfőbb döntéshozó testület elfogadta az elmúlt időszak elnökségi beszámolóját, majd fontos személyi döntések születtek. Az Egyesület új elnöke Simon Péter lett, az elnökség összetétele ugyanakkor nem változott. A tagság megvitatta a 2024. júniusában esedékes önkormányzati választás legfontosabb kérdéseit. A csapat minden budakalászi választókörzetben indít képviselőjelölteket. Mivel dr. Göbül Rihárd 2019-ben egy ciklusra vállalta a polgármesteri feladatot, ezért a városvezetői posztra új jelöltet állított az Egyesület. A tagság egyhangú döntése alapján 2024-ben Fórián Szabó Gergely lesz a 2011 Egyesület polgármester jelöltje. Összesen 175 rakodógép, 124 hómaró és 709 hóekével felszerelt teherautó várja a havazást. A Magyar Közút Nonprofit ZRT állomás helyein számoltak be a Szigetszentmiklósi sajtótájékoztatón. Bár az időjárás még javában őszies, november 10-én reggel 7 órától téli üzemmódra állt át a társaság. A téli útüzemeltetési feladatok ellátásán és koordinációján az évszakra jellemző időjárás beálltával a nap 24 órájában 12 órás váltott műszakokban dolgoznak a társaság munkatársai. Az átálláshoz és a feladatok hatékony kivitelezéséhez számos szervezet összehangolt együttműködésére van szükség. Az útkezelő értelemszerűen együtt dolgozik katasztrófavédelmi igazgatóságokkal, rendőrkapitányságokkal, a volánbusz társaságokkal, MÁV-val is, illetve a helyi önkormányzatokkal is szoros kapcsolatban van a védelmi bizottsággal, úgyhogy tulajdonképpen ilyenkor mindenki átáll erre a téli üzemmódra, megfrissül a kommunikációs csatornák, elérhetőségek. Fokozott figyelmet fordítanak a Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársai a kritikus közlekedési viszonyok megelőzésére, hangsúlyozta az igazgató. Nem várjuk meg, míg kialakulnak olyan útállapotok vagy közlekedési körülmények, amit kezelnünk kell, hanem megelőző jelleggel, alászórással, megelőző síkosság mentesítéssel próbáljuk elejét venni ezeknek a körülményeknek. Természetesen ugye hóesésnél nem lehet kiváltani a hóeltakarítást, hóekézést ezzel, viszont azt el lehet érni, hogy ne egy csúszós felület alakuljon ki, ne tapossák le a havat, hanem a só az már kellő mértékben, illetve a kálciumklorid tudjon már dolgozni. A Pest vármegyei igazgatóság számára speciális helyzetet teremt a főváros beékelt fekvése, valamint a Duna mindkét partja. A térségünkben egyre fokozódó kritikus közlekedési helyzet a régió valamennyi településének lakosságát közvetlenül érinti. Emiatt ugye két mérnökségünk is dolgozik ezen a területen, a Dunakeszi Autópálya Mérnökség és a Szentendrei Közutas Mérnökségünk. Én úgy gondolom, hogy mentálisan is, meg technológiailag is fölkészülünk ezekre a körülményekre, helyzetekre. Persze, hogyha olyan rendkívüli helyzetek vannak, hogy baleset, vagy bármi olyan helyzet, akkor már a többi szerv bevonásával közösen próbáljuk megoldani ezeket a helyzeteket. Bízunk benne, hogy enyhe tél lesz. Idén is természetesen, ha nem enyhe lesz, a szórókapacitásunk, gépparkunk, tartalékállományunk, eszközünk kell tudjuk kezelni ezeket az állapotokat, de ez az biztos, hogy a Pest vármegyei specialitások miatt folyamatosan éberek vagyunk, kiemelten figyelünk, az agglomeráció főváros közelsége, nagyon nagy forgalom. Nem csak az illetékes szervek felkészültségére, de a forgalomban résztvevők együttműködésére is szükség van a közlekedési nehézségek elkerülésének, kezelésének érdekében, emelte ki Magyari László. A Magyar Közút Nonprofit ZRT azt tanácsolja, hogy tervezzék meg előre az utazást, tájékozódjanak az esetleges torlódásokról, melyet a társaság hivatalos web és közösségi oldalán is megtehetnek.
Már csak pár hetünk van a tél beköszöntéig, ha még nem tettük, érdemes átnéznünk ruhatárunkat, rendszereznünk garderobunkat, helyet felszabadítva a polcokon és megszabadulva azoktól a holmiktól, amiket már biztosan nem fogunk használni. Ezt a tevékenységet a családtagok együtt is elvégezhetik, ezzel is fenntartható gondolkodásra nevelve a fiatal generációt. Hétágra süt a nap, november 16-án, aztán hirtelen fagyos szél fúj. A színes lengéb ruháinkat nem kell száműznünk, de itt az ideje, hogy a mai divatos styling szóhasználattal élve rétegezzünk. Azaz meleg, kötött pulcsikkal, kardigánokkal egészítsük ki öltözékünket, amiket a nap folyamán könnyen levehetünk, félretehetünk. Az őszi-téli hidegekben nagyon fontos nyilván, hogy rétegesen öltözködjünk, ezt már a nagymamáinktól is tudjuk. Ha viszont ezek a rétegek mindegy egy új szint, egy új minőséget visznek aznapi öltözékünkbe, azzal mindig elmondhatunk valamit, azzal mindig színesebbé, változatosabbá tudjuk tenni az öltözékünket. Fontos a színek harmóniája, de érdekes hatást kelt az is, hogyha adott esetben színkontrasztokat próbálunk magunkra ölteni. Különböző kontrasztok más hatást érnek el. A anyagoknak a különböző változatos kombinálása is érdekes hatást kelt. Attól függ, hogy milyen kedvünk van aznap, nagyon sok mindent ki tudunk fejezni a ruházkodásunkkal, az öltözékünkkel. Ha stresszmentes karácsonyt szeretnénk, már most gondolnunk kell az ünnepi szezon előtti nagy takarításra és rendrakásra. A 4 évszakos életmód miatt általában amúgy is rengeteg ruhanemű és egyéb textília gyűlik fel a szekrényeinkben. Ezeket érdemes évente többször is átvizsgálnunk, kiválogatnunk. Nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy milyen ruhadarabjaink maradtak tavalyról. Nyilván változik a személyiségünk, akár a testalkatunk is változhat, és fontos, hogy ezeket átnézzük minden évben. A férfiak kevesebb textíliával is beérik, kisebb cipő és ruha kollekcióból öltözködnek, de az ő esetükben is fontos az alkatuknak, bőr és hajszínüknek megfelelő választás. Egy-egy olyan ruhadarab, ami színbe passzoló, élénk színek, abszolút lehet ott is hordani, nem csak szürke, fekete és kék színekbe öltöznek. Lilla és Gabi Budakalászon létrehozták a Kapocs közösségi ruhatárat alapító társukkal, Gyöngyivel. Szem előtt tartják a társadalmi adakozást is, legutóbb Mártonnap alkalmából az aznapi bevételük 50%-át, mint a köppeny felét, az iskola Mártonnapi sokadalma szervezőinek rendelkezésére bocsátották. Üzletükben fenntartható forrásból személyre szabott javaslatokkal segítenek megújítani a ruhatárunkat. Mit ajánljunk a tinédzsereknek, akik a kropot nagyon nehezen teszik le, de folyton kint van a derekuk, ők nekik mit ajánl, mit szoktatok mondani? Magas derekú nadrágot hordjanak, és legalább egy trikót vegyenek föl, hogy ne legyen ki annyira a derekuk, de a magas derekú nadrággal azzal sokat lehet segíteni, meg egy vastag pamutzoknival, sapka, azt nagyon szeretik hordani, és egy jó kis pufi tollkabáttal is lehet ezt segíteni. Vagy vegyenek hozzá hosszú blézert, ami a crop top fölött azért valamennyire eltakarja a derekukat, vagy egy hosszú kardigán, tényleg az is segít abban, hogy ne fázunk. A fázás nem szép. Ha már a ruháinkat átválogattuk, akkor ideje az egyéb textíliákkal is foglalkoznunk. A szakadt, elhasználódott törölközőktől, ágyneműktől, takaróktól, plédektől szabaduljunk meg. A jó állapotúakat tisztán tegyük el. A kidobásra váró textíliákat adhatjuk állatmenhelyeknek is. Jó érzés lesz otthon a rend és tisztaság, de jó élmény lesz az is, ha környezettudatos gondolkodásunkkal közben másokon is segítünk. Közeleg a karácsony, ennek megfelelően olyan játékok kerülnek a Szülők-Nevelők Akadémiája előadásának fókuszába, amelyekkel nem csak örömet szerezhetünk a gyermekeinknek, hanem fejleszthetjük őket, és a nevelési játékos eszközei is lehetnek. November 20-án hétfőn 17 óra 30-tól a Szent István telepi általános iskola tornatermében Topolovszki Ildikó, tehetséggondozó mesterpedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 11. kerületi tagintézményének koordinátora tartja meg, hogyan neveljünk és fejlesztünk játékokkal című előadását. A Szülők-Nevelők Akadémiája rendezvényén igény szerint gyermekfelügyeletet is biztosítanak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További részletek a budakalász.hu-n.
Márton napi táncházat rendezett a Lenvirág táncegyüttes a Kóskároly művelődési házban múlt pénteken. A programra ezúttal is sok család érkezett. A kicsik és a nagyok szüleikkel együtt járták a táncot Juhász Dénes és barátai zenéjére. A kézműves foglalkozásokon a gyermekek kis lámpást és libadíszt is készíthettek. Az októberi szüreti mulatság után novemberben a Márton naphoz kapcsolódtak a lenvirágosok. A havi rendszerességű táncházban mondókákkal, körjátékokkal és kézműveskedéssel várták a kis táncosokat. Ezúttal Pukli Gabi művészeti vezető mellett Petrik Zsuzsanna tanította a táncot a gyerekeknek. Ezeket az esteket úgy építjük fel, hogy általában ugye mindig egy szokás környékén vannak ezek az estek. Az idei ugye most a Márton napi táncház, ez az alkalom, és ilyenkor ugye mi utána nézünk, hogy milyen szokások voltak, mi a történet az adott napnak, vagy az adott szokás hogyan csinálták a faluban, és az alapján együtt összeállítunk egy ilyen tematikus estet. Ezt egyébként a Pukli Gabi szokta többször csinálni, mert ő ugye a rengeteg év tapasztalatával már ezekhez nagyon ért, és ezeket mind nagyon jól tudja, úgyhogy én inkább csak figyelek és tanulok még egyenlőre. Zsuzsi gyerekkora óta tagja a Lenvirágnak, az utóbbi időben pedig már oktatóként is részt vesz a táncegyüttesben. Az én órám, ez ugye mindig más attól függően, hogy milyen korosztállyal dolgozunk. Én most jelenleg ugye az ifjúsági korosztályban vagyok egy asszisztens, és a felnőtt csoportot visszük. Úgyhogy a szülők végül is ilyen szempontból nem annyira részesei már ennek, de az óráink általában abból állnak, hogy megérkezünk, kicsit bemelegítünk, mindenféle feladatokat csinálunk, ami fejleszti így a mozgást, és utána táncot tanulunk. A Márton nap szimbólumai a kézműves asztalon is megjelentek. A gyerekeknek Váradi Réka segített elkészíteni a kis díszeket, amiket aztán mindenki hazavihetett magával. Most a Márton nap alkalmából ugye kifejezetten ügyeltem arra, hogy olyasmiket csináljunk, ami csatlakozik a Márton naphoz. Ezért például csinálunk lámpást, amivel mécses lehet csinálni, amit nagyon egyszerűen meg lehet csinálni kartonpapírral és sütőpapírral, úgyhogy otthon is egyszerűen meg lehet oldani. És a másik az meg még egy libácska, ami ugyanúgy könnyen ki lehet papírból vágni, szemet is lehet rajzolni, hogyha nincsen jó szem, úgyhogy nagyon kreatívan lehet megoldani ezeket. A gyerekeket legtöbbször az érdekli, ami egyszerű, de nagyszerű, hogy meg tudják könnyen valósítani, és úgy tudják megvalósítani, hogy viszonylag szép legyen a végtermék, amivel ők is elégedettek. A táncházakba nem csak lenvirágos gyermekeket várnak, hanem bárkit, akinek kedve van kipróbálni a táncot, vagy szeretne alkotni és új dolgokat tanulni. Mióta jársz a táncházba? 3 éve talán. És te mikor kezdtél táncolni? Hát én most fogok elkezdeni, mert igen, régebben még nem táncoltam, mert már csomó volt focizésem, és mindig közbe jött. És te miért szeretsz táncolni, ha már ilyen régóta csinálod? Azért, mert már tetszenek, ahogy pörögnek, meg forognak, meg minden, és így nekem megtetszett a néptánc. A Bukovi melyet szeretem a legjobban, mert abban vannak a legjobb ilyen mozdulatok, meg ilyen, van ilyen gyors mozdulat is, és nekem megtetszett a Bukovina is, az anyukám meg az apukám is szokott mutatni ilyen Bukovinait, és megtetszett ez a Bukovinai. 2023-ban a Márton napi volt az utolsó lenvirágos táncház. A táncegyüttes tagjai számára december 16-án rendeznek majd adventi műsort, a táncházak pedig januárban folytatódnak a faluházban. Végül a várható időjárásról. Pénteken sok lesz a felhő fölöttünk, és egyre több felé várható eső, zápor, helyenként zivatar. A magasabb hegycsúcsokon estétől vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt. Több helyen feltámad, délutántól a Dunántúlon megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 7 és 13 fok között alakulhat. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden. Bár az időjárás még javában őszies, téli üzemmódra állt át a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Érdemes átnéznünk ruhatárunkat az újrahasznosítás jegyében. És Márton napi táncházat rendezett a Lenvirág táncegyüttes a Kóskároly művelődési házban múlt héten. Ez volt mára a Budakalász Ma hírmagazin.
Legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk a legfrissebb hírekkel. Ne kapcsoljanak el, maradjanak továbbra is itt a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Fogadó Óra című magazinműsorunk, amelyben Kálmán Kinga főépítész lesz stúdió vendégünk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/tvbudakalászon. És fent vagyunk a közösségi oldalakon is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsőként értesülhessenek a legfontosabb hírekről és videókról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!